Az örökerdő gazdálkodás során az erdő tájképi jellege a fakitermelések következtében nem sérül, így a külső szemlélő számára szinte észrevétlen a beavatkozás. Ezen módszer elterjedésének érdekében immáron sokadik alkalommal szakmai ismertetőt tartottak június 19-én a Bakonyerdő ZRT közreműködésével. A jövőben ennek az erdőgazdálkodási megközelítésnek szerepe lesz az erdeink védelmében. Fontos egyrészt a gyakorlati munka, ami az erdőket fenntartatóvá teszi, az erdők kezelését fenntartatóvá teszi, ugyanakkor azokat a feltételeket, keretfeltételeket a minisztériumban, illetve olyan területeken kell kialakítani, ahol lehetővé válnak ezek a gyakorlati munkák, és megfelelő keretek között végezhetők. Nagyon sok fiatal került hozzánk az erdőgazdasághoz, erdőmérnökök, erdésztechnikusok, és én azt gondolom, hogy a fiatal emberek fogékonyak az újra, nem mérgezi őket az elmúlt időszakok hatása, amikor még tarvágásokkal kezeltük az erdőállományokat. Most szerintem új kívásoknak kell megfelelni. Sok olyan dolog van egyébként itt most egy rendszerbe összerakva, ami egy nem újdonság, de mégis, ha egy felső szintű gyérítést, egy erdőállománykezelést említünk, akkor az emberek ilyenkor, amikor felhívják rá a figyelmet, akkor tudnak elgondolkozni igazán ennek az egésznek az értelmén. Ja, lange gedauert hat noch nicht, es ist das siebte Mal jetzt, aber immerhin, es war zu Anfang etwas holperig und es lief nicht so gut und wir haben jetzt seit, ja, einigen Jahren ein Format gefunden, was ja anscheinend erfolgreich ist, weil ansonsten würden ja nicht so viele Kolleginnen und Kollegen dazukommen und mit uns diese Übungen hier machen. Ne? Und das freut mich natürlich und ja, solange es so gut läuft, das Interesse da ist, sind wir natürlich auch gern bereit, unsere Zeit zu investieren und das Ganze auch weiter fortzuführen. Örülök annak, hogy amit évekkel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt elkezdtem, vagy elkezdtünk, az tovább terjedt, kiszélesedett, sokakat érdekel, és bebizonyosodott azt, hogy ez az igényeknek megfelelő tevékenység, igények kielégítése szolgálja. Ugye az örök erdőgazdálkodás mindenképpen tudjuk ma már, hogy jobb erdőgazdálkodás, mint a hagyományos vágásos, és erre egyre nagyobb az igény, és az ismert megszerzés, amit most itt kapunk, szükséges ahhoz, hogy ezt mi elkezdjük és folytassuk. Ez a fajta munka színesíti a hazai erdészeti gyakorlatot, ezáltal akár a magánerdőgazdálkodásban is keletkezhetnek olyan elképzelések, hogy másként gazdálkodjanak a jövőben, mint ahogy eddig tették, ami szintén akár tulajdonosi érdek is lehet, hiszen a közelgő klímaváltozás miatt át kell gondolni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Nagyon sok területen az örök erdő gazdálkodás bevezetése egy nagyobb biztonságot eredményezhet, egy kockázat csökkentést, egy rizikó megelőzést, tehát ez fontosnak tekinthető. A német kollega erre fára rátette a piros szalagot. Magyarul ezt kell innen kivenni, tehát biztos, hogy ez holtfa lehet, de hogy javafa nem lesz, az biztos. De miért? Miért? Igen, az első beavatkozás szempontjából meghatározták ugye az értéksorrendet. Itt ugye, ami kiderült itt a német kollega szempontjából, az értékfafaj jelen esetben a tölgy. Mivel ebből az esetben egy nyára tette rá, azt mondta, hogy amivel teljesen egyetértettünk itt, hogy nem értékbefolyásoló. Lehet, hogy pár mag marad, és a következő időszakban, ha legközelebb visszatérünk, már marad csemete, illetve újonc. Ezzel is a sokszínűséget növelve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy helyes döntés volt. Én annak örülnék, hogyha az örök erdő gazdálkodás azokon a területeken, azokban az erdőkben, ahol ennek szerepe lehet, ott nagyobb mértékben lenne jelen, mint manapság. Ez fontos a társadalom szempontjából, a természetvédelme szempontjából, az erdők fenntartható kezelése szempontjából, tehát én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos, és én annak örülök, hogy az erdőgazdálkodás sokszínűsége ezáltal sokkal nagyobb lesz. Az erdőt kell követni, illetve az erdőben lévő folyamatokat kell lemodelleznünk. Ez, amit mi most csinálunk,
ez az erdő lemodellezése. Az erdészre akkor is szükség van, hiszen a természetvédelmi folyamatokra alapozva kell az a gazdálkodást végrehajtani. Ez egy nagyon jó rendezvény, és örülök, hogy itt lehetek, mert úgy gondolom, hogy ezzel mind szakmailag, illetve mind a kollégáim is tudnak fejlődni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez előmutató dolog, és több ilyet kellene szervezni, egyre többet. Az örök erdő gazdálkodás egyfajta választási lehetőség. Részben gondolni kell arra, hogy a származások, a fafajaink származása jövőben hogy kell, hogy alakuljon, hogy jobban megfeleljenek ezeknek a változó klimatikus feltételeknek. Tehát több megoldás van a tarsolyban, mindegyiket ott kell tartani, és úgy gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel a jövőre megfelelő válaszokat lehet majd adni. Június 28-án a Verga ZRT erdészeti szakmai fórumot rendezett a Veszprém megyei Alsóperén. Az összegyűlt szakemberek többek között az erdészeti szakképzés és az EUTR faanyag terméklánc felügyelet tevékenység témájában hallhattak előadásokat, melyeket véleményezhettek és megvitathattak. Gyakorlatorientált témákat választottunk. Egyik alapvetésünk volt így a változó fapiaci helyzet közben is, tűzifa szállításokkal és egyéb faanyagszállítással kapcsolatban az európai faanyagszállítási szabályzat, az EUTR, ami a napjaink megoldását, kihívását, de megoldását is jelenti. De szeretünk erről újra beszélni, mert a piacot, a helyzetet tisztítja, fehéríti a gazdaságot. És ezért is szerettünk volna itt erről is beszélni, hogy működik jobban, hogy minél jobban csinálhassuk. Miről is szól az EUTR? Ugye az EUTR-nek a célja az illegális fakitermelés és az illegális fakikereskedelemnek a megakadályozása. Ezt amikor Brüsszelben megalkották, úgy gondolták, hogy ilyen csak az unión kívülről jövő fánál van, hogy illegálisan kerül kitermelésre, de az az igazság, hogy azért tudunk mondani néhány uniós tagállamot. Itt Közép-Kelet-Európából azért az illegális fakitermelés nem ismeretlen fogalom. Ugye régen beszélünk arról, hogy a legnehezebb egyébként az illegális fakitermelést az erdőben megfogni. Néha beleszalad az ember, hogy búg a fűrész, de ha sok helyen búg egyszerre a fűrész, akkor nem mindig tudja, hogy merre induljon. Az EUTR rendszere az a láncellenőrzésre alapul, tehát a koncepció azt szolgálja, hogy nem csak a kitermelés helyén, vagy az illegális cselekmény elkövetésének időpillanatában lehessen megfogni a láncban az illegálisan kitermelt faanyagot, hanem későbbi pontokon is. Annyira jó dolog, amikor te tanítasz egy tanítványt, és mondjuk visszajön egy 15-25-35 éves találkozóra, és azt mondja, hogy ezt azért csinálom így, mert a tanár úrtól ezt tanultam, és én úgy gondolom, hogy az erdész szakképzésnek, magának a képzésnek talán ez a legszebb dolga. Ugye embereket tudunk elindítani egy életpályán, és hogyha ezt jól csináljuk, megszerettetjük az életpályát, akkor ők biztos, hogy elkötelezettjei lesznek ennek az életpályának. A szakoktatásról egy kicsit, hogy mi is a helyzet. A napjaink egyéb kihívásai, ami a szakember, főleg a erdei munkások létszámának a csökkenésében mutatkozik meg. Rámutatott az előadó, hogy bizony a fenntartható munkahelyek szükségeltetnének. A vállalkozói szférában van csak erdészeti szakmunkás munkahely, és ezek nem kellően biztosak. Lehet, hogy ebbe az irányban van megoldás, de hát a megoldástól először is kell jussunk addig, hogy felmérjük, hogy mi is a helyzet. Ez volt a második, és hát az a jogszabályi környezet, ahogy az erdőket kezelni, szakirányítani lehet, ez főleg a magán gazdálkodók számára, az erdészeti szakirányítók, magánszférában erdészeti szakirányítók számára volt fontos kérdés, és hogy megtudjuk, hogy napjainkban éppen hol tart a munka a minisztériumban a jogszabályok módosítása során. Ez a három témakör volt. Ez ilyen térségi konferencia volt, ami remélhetőleg több térségben ugyanúgy meg fog jelenni, az erdőgazdaságok erre nyitottak. Ez a nyári időszak nekünk a
a konferenciákra való időszakunk. Erdőápolási munkákat végzünk ilyenkor, amennyiben szükséges, de hát ősztől aztán nem csak a faanyag eladás, nem csak a tűzifa értékesítés, hanem maga a fakitermelés is beindul, nem beszélve egyébként a vadgazdálkodástól is már, aki ebben érintett. Tehát az őszi-téli, tavaszi szezon az nekünk a munkadandárja, úgyhogy ezért ilyenkor tartottuk. Egy-egy ilyen konferencia után azért még sokat gondolkodnak, beszélgetnek az felvetett témákon, és ősz lesz az, mire megérhet a gondolkodás gyümölcse is, és konkrétan végre tudják hajtani, átbeszélve egymás között szakmailag a kérdéseket. Úgyhogy így nézünk a jövőbe, és ezért most volt ennek a konferenciának a időpontja. Családias, baráti légkörben zajlott le az 5. Kos Fashion Sportvadász Vándorkupa és lövészverseny a kiváló adottságokkal rendelkező Ravaszdi magyarosi lőtéren. Mint mindig, a verseny célja most is a vadászati kapcsolatok, a vadászati kultúra és a sportkapcsolatok ápolása volt. Nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy tisztelettel fogadtuk az ide látogatókat. Én azt gondolom, hogy ez egy ünnepnap a mai, mivel az 5. alkalommal tartjuk meg a Kos Fashion szponzorálásával ezt a versenyt, és a mai nap reggel majdnem egy fő hiány 100 fő versenyző jelent meg. Önnek annak idején mi volt a motiváció, amikor elkezdődött ez az egész? Meghívtak a megnyitóra, én egyébként vadászember vagyok, vadászbolttal foglalkozunk, erdészeket, vadászokat öltöztetünk. A környezet egyszerűen lenyűgöző volt ezen a lőtéren. Én álltam a megnyitón, és azon gondolkoztam, hogy kellene valami versenyt csinálnunk, de azoknak a vevőknek, azoknak a vadászoknak, azoknak a hobbi lövőknek, akik nem mernek elmenni más versenyre. Ezért csináltuk ezt a Kos Fashion Sport kupát, ahol 80, 60, és most azt hiszem rekordot döntöttünk 5. évben, 100 nevező van jelen. Itt van most egy új pálya, ami a Kos nevet viseli. Így van, azt találtuk ki, hogy a következő évattól kezdve keresünk szponzorokat, minden egyes pályának egy olyan nevet adunk, aki megpróbálja a pályáinkat szponzorálni, és így az első lehetőséget a Kos Fashion Kft. Kapta, amit az ügyvezető igazgató az első lövésével fel is avatott. Nagyon szépen köszönjük Ákosnak ezt a lehetőséget, úgy gondolom, hogy 5 év együtt dolgozunk zökkenőmentesen, idén elértük a csúcsot, 100 lövő van, és a kísérők verseny is több mint 30-an vettek szét, tehát ha úgy veszük, akkor majdnem 200 ember van a lőtéren, ez neki nagyban köszönhető. Én azt gondolom, hogy olyan embereket tudtunk megszólítani és behozni a lőtérre, amelyek abszolút vadászok, nem sporttolók, tehát ők a lövés élvezetére, a társaságért jöttek el, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű avatója ennek. Ha minden igaz, az Ákos azt szeretné, hogy egy üveg pesgővel, majd még kialakított módon avassuk fel a végén ezt a pályát, és azt gondoljuk, hogy ebbe az évbe, illetve az elkövetkező időben is nagyon reméljük, hogy ezt a pályát ugye a jelen pillanatban a 6-os pályánkat, innentől fel a Kos pályának fogják hívni. Ugye több versenyre felkészülve így most már azt veszem én észre, hogy ezt a mai pályát egy kicsit könnyítettebbre tettük. Azt gondolom, hogy a Győr-Moson-Sopron megye vadászai részére egy olyan pályát kellett biztosítanunk, ami mindenki tud élményhez jutni. Ez nemzetközi szabályoknak meg kell felelni, ami a következő egy 40 méter szélesség és egy 20 méteres hosszúságon keresztül kereszteznie kell valamilyen úton, módon egy előírt szabálynak a korongokat. Abszolút nem nehéz korongokat raktunk, az a cél tényleg viccen kívül, hogy legalább mindenki 15 és 20 között találjon el, ugyanakkor minden pályán legalább egy nehéz technikás korongot beraktunk, illetve ott vannak a dublék. Ahogy észreveszem, mindenki ezt hozza, nagyon komoly olimpikonunk is van itt, Szollár András junior személyében,
és vannak rendszeresen versenyáró emberek, és ők is azt mondják, hogy igen, figyelős a pálya, ugyanakkor az egyszerű vadászoknak, akik akár dupla puskával, vagy lőtén egyszer-kétszeri alkalommal egy évvel, kényelmesen is jól érzik magukat. Következő a mai nap, amiről szól, szerintem te is tette, felkészülünk a vadászatra, illetve annyi, hogy a lőtudásunkat lekoordináljuk. A legfontosabb dolog az, hogy Ákos kifejezetten kérése volt, hogy könnyű pályák legyenek, de mindenkinek nem tud könnyű lenni. Én azt gondolom igazából, hogy az egy nehéz koronggal azért a mezőny elhalad. Tárolódik olyan tekintetben, hogy meg lesznek azok, hogy nem lesz probléma szétlövéssel a végén. Meglepetésképpen elmondom, készültünk a versenyre, egy ilyen 100 szeletes tortát készített a Kossos, hogy mindenkit vendégül tudjunk látni. Koronglövő versenyen vagyunk, ez természetesen csak korong lehet. Tettünk rá egy kis sörétet, tettünk rá egy kis lőszert, ugye rajta a cégünk logója, és hálából szeretnénk mindenkit vendégül látni az ebéd mellett egy finom tortára is. Nem gondoltam volna, hogy sikerül ideig eljutni, és ugye nekünk nem csak a 100 versenyző a fontos, hanem az a másik 150 kísérő, a családtag, aki itt van, nagy örömünkre szolgál, 6 hónapos kisfiú csodálatosan alszik itt a koronglövés között, úgyhogy gondoltunk a jövő generációjára is. Én azt gondolom, olyan 250 ember van itt ma. Én remélem, hogy a mai nap legalább annyi élményt tudnak szerezni, mint az elmúlt 4 év során, és azt kívánnám, hogy a következő években is legalább ugyanennyien, ha nem többen jelentkezzenek a Kossfashion által megszervezett versenynapra. Július 3-a és 4-e között került sor a Hivatásos Vadászok országos szakmai versenyére a Bui Táncsics Vadásztársaság vadászterületén. Ez a verseny ez nem új keletű, ez már több éves, több évtizede a kamara rendezi, és úgy alakult ki, hogy minden megyében van egy megyei válogató, ahonnan a legjobb versenyző nyer kvalifikálását országos versenyre. Illetve az előző évi első 3 helyezett országos versenyző automatikusan indulhat. Tehát igazából így maximum 22 versenyző lehet egy országos versenyen. Hozzáteszem, hogy 22 legfelkészültebb hivatásos vadász az országnak, tehát azt gondolom, hogy itt bármilyen helyzést él az ember, egy igen komoly rangot jelent, hiszen a több mint 1000 hivatásos vadászból azért a 22-ben benne lenni önmagában sem kis teljesítmény. A gyakorlati ismeretek mellé hozzátartoznak az elméleti ismeretek, a különböző jogszabályoknak az ismerete. Gyakorlatilag az itt kitöltendő 100 kérdéses teszt az a vadászvizsgának az alapanyagát képezi. Tehát egyértelmű az, hogy ugyanúgy, mint hogy a sportvadászoknak, a hivatásos vadászoknak is tisztában kell lenni a törvényi előírásokkal. Ez szolgálja ez a teszt. A kiegészítő teszt az pedig gyakorlatilag egy ilyen életszerű filmbejátszások alapján történő teszt volt, amikor nagyon gyorsan élethelyzetnek megfelelően ugye döntenie kellett a hivatásos vadásznak arról, hogy mondjuk szabad-e egy bikát meglövetnie vagy nem, és stb. Tehát hasonló vadászati élethelyzeteket bemutató filmekről volt szó, és itt kellett nekik megfelelni. Nekünk, amikor a versenyt összeállítottuk, az volt az egyik cél, hogy kicsit mindig tágítsuk a versenyzőknek a világlátásán. Tehát, hogyha mindig ugyanazt a ismert dolgokat kérdezzük meg, akkor ők azzal semmit nem tanultak, a meglévő tudást konzerváljuk. Ez hosszú távon nyilván nem elegendő. Tehát mindig kerültek bele olyan feladatok, amivel lehet ugyan, hogy most nem szerez sok pontot, de találkozik olyan újdonságokkal, amik eddig nem. Itt is ugye azért volt a kutyafajtáknál az, hogy elmondtuk utána, hogy melyik milyen volt, mire használható, hogy tanuljanak vele. A hivatásos vadászok versenyének megszervezése alapvetően azért fontos számunkra,
ezzel is szeretnénk motiválni a hivatásos vadászokat abban, hogy a szakmai felkészültség növekedjék. Én azt gondolom, hogy alapvetően jó felkészültséggel rendelkeznek a magyar hivatásos vadászok, a szakma letéteményesei, a magyar vadászok, a magyar vadgazdálkodás rájuk épít, az ő munkájukból él. Én azt gondolom, hogy a kamarának ebből kifolyólag is nagyon fontos feladata az, hogy a hivatásos vadászokat megbecsülje. Egy olyan csapatnak szervezünk itt versenyt, ahol azért mindenki profi ebbe a szakmába, tehát itt mi sem tévedhetünk, nem hibázhatunk, hiszen legalább olyan kvalifikált szakemberekkel kell együtt dolgozom, mint amilyenek mi vagyunk, tehát itt a legkisebb hibát is egyből észreveszik, ami helyes is, hiszen ezért csináljuk. Én úgy gondolom, hogy próbáltuk azt az irányt képviselni, ami ugye a gyakorlatiasságra törekszik, tehát hiszen azon, hogy reggel ugye a hivatásos vadász elmegy, végzi a napi feladatát, jár az erdőbe, tehát viseli a napnak nyilván terhét, hevét, ugye amit itt próbálunk ez a 4 kilométeres szakaszon imitálni, és ugye különböző munkafeladatokkal találkozik, tehát lesznek majd rendellenességek, amiket ugye észre kell venni, illetve ugye a rendészeti feladatok ellátásánál arra próbáltuk kihegyezni, hogy ugye ha valami olyan jogszabálysértő dologgal történt, találkozik, akkor ugye tudjon szabályosan eljárni. Hivatásos vadászok mindenképpen többféle lőszer típussal, lőfegyverrel, vendégvadásztatások során elég sok dologgal találkozhatnak, és a verseny jellegéből adódóan pont olyan kaliber típusok vannak itt felsorakoztatva, amik különlegesek, amikkel elmondásuk szerint még nem találkoztak. A verseny az nagyon összetett. Nagyon széles spektrumból szedték össze, de minden téren, tehát nem tudom, tehát azért erre fel kell készülni. Alapból ugye ebben a szakmában mindig tanulni kell, mindig frissíteni kell, és az eredeti, tehát az alaptudás bázisodat is mindig frissíteni kell, mert olyan dolgok kimennek, mint például a lágyszárú növényismeret, az erdőben több mint 120 lágyszárú növényfaj, és ezeket tudni kell ahhoz, hogy plusz még a gyomnövények, azokat nem is említettem, tehát az tényleg olyan széles skálán mozog, tudni kell rendesen. Itt a versenyzők gyakorlatilag duat kártételét fogják tapasztalni, csapdázás, amit végre kell hajtaniuk. A duad kártétele után ott maradt maradványokból meg kell állapítaniuk, hogy milyen csapdát használnak a duad elejtésére, kiválasztják a csapdát, és a csapda telepítésének szabályait és módszereit kell balesetmentesen végrehajtaniuk, és miután ez megtörtént, utána kerülnek pontozásra. Mit kell itt csinálni a versenyzőknek? A megadott minta szerinti sózó, röngsózó elkészítése a feladatuk. Természetesen itt is az idő túlcsúszásért pontlevonás jár, illetőleg akkora méretű vágást kell eszközölniük, hogy a szabvány méretű kockasó beleférjen maradéktalanul az általuk elkészített sózóba. Itt egy apró vadetető van imitálva, pontosan fácán és fogolyetető. A versenyzőnek meg kell állapítania, hogy az etető környékén valamilyen kártétel következett be. Itt konkrétan rágcsáló kár van, és ezt kell megállapítsa a versenyző, hogy fel kell ismerje, hogy milyen rágcsáló okoz kárt, és milyen megfelelő csapdát kell kiválasszon, és megfelelő módon kell telepítse. Fácánfészek imitációban, ahol meg kell állapítani, hogy mi volt a károkozó, és kiválasztani a kártevő elfogására megfelelő csapdát. Ugye a csapda az nem játék, komoly sérüléseket is lehet vele okozni. Itt ennél állomásnál egy élvefogó csapdát kell felállítani. Ugye a védett madarak is okoznak bizonyos mértékű kárt, viszont ugye mint védett vadfaj, az élvefogó csapdával lehetőség van szabadon engedni. Nem az számít feltétlenül, hogy ki hányadik helyezést éri el, sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy a verseny folyamán részt vegyenek a megmérettetésben, kipróbálják magukat az életnek ezen a területén, illetve ebből kifolyólag, mivel nem a feltétlen cél a versengés, szakmai kapcsolatok tudnak épülni, tudnak alakulni, titkár kollégákkal, akik itt a megyei versenyek válogatóin részt vettek és elkísérték a hivatásos kollégákat, nagyon sok olyan szakmai eszmecserét tudunk folytatni, amely az érdekképviseleti munkát is segíti a hétköznapokban. 2019-ben
a hivatásos vadászok közül te vagy a legjobb Magyarországon. Megmondom őszintén, nem tudatosult még bennem. Én egy kicsit úgy gondolom, hogy megnyertem a versenyt, de nem gondolom, hogy én vagyok a legjobb az országban. Nagyon sok, nagyon jó képességű kollega van, én azt úgy érzem. Van ennek titka? Szerintem titka nincs. Az biztos, hogy kell hozzá egy nagy adag szerencse is. Vannak olyan versenyszámok, ami az embernek fekszik, van a másiknak nem. Én azt gondolom, hogy a szerencse kell, hogy az összes versenyszám egy jó fekvő legyen abban a pillanatban, amikor az ember ott van. A műsort a Bélmegyeri Vadászkastély támogatta. A műsor támogatója a Kos Fashion. Társad a vadászaton. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. A műsor támogatója a Gyógyfű Kft. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.